Köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban továbbra is mesélünk. Beszélgetünk a médiáról, rádióról, televízióról, újságokról, időnként könyvekről is, és ma főleg a nyomtatott médiáról lesz szó, hiszen vendégünk Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztője. Szervusz Zoli, köszönöm, hogy eljöttél! Szervusz, jó napot kívánok! Milyen manapság egy nyomtatott újság főszerkesztőjének lenni? Hát elég nehéz, mit mondjak. Azért a világ az elektronikus sajtó felé megy, ezt tudomásul kell venni, még akkor is, hogyha nehéz, meg az akkor is, hogyha az ember küzd a tendenciák ellen, de alapjában véve jó, mert én az egész életemet a nyomtatott sajtóban töltöttem, és ez már vagy több mint 40 év, és én szeretem akkor is a nyomtatott sajtót, hogyha nagyon nehéz köröket futunk mostanában. Tehát az Élet és Irodalomnak, ez mégiscsak egy 60-valahány éves újság. 90 táján újra szerveztük a akkori kollégáimmal. Mindenki a nyomtatott sajtóban dolgozott, Váncsa, Megyesi, talán ezeket a neveket többen ismerik, és nem is nagyon tudtuk elképzelni, hogy máshol valaha is tudunk dolgozni, nem is akartunk igazából. Ami az ÉST, az Élet és Irodalmat illeti, a bevételt még mindig a nyomtatott lap hozza. Tehát az, hogy az Élet és Irodalom él ma is, az egyrészt a lap árbevételből, a nagyon ritkán beérkező és tulajdonképpen elég olcsón adott hirdetésekből áll, de ott van mellette az internetes változat, amelyik azért az elsők között talán 10-12 éve már, hogy díjfizetéses. Tehát ez valahogy összeáll, ez adja az anyagi hátterét az Élet és Irodalomnak, de hát minden emelkedik, az előfizetők és a vásárlók számát kivéve, mert az mondjuk nem emelkedik. Hát az olvasó áttér az elektronikus sajtóra, ez az igazság. Mindig, úgy gondolom, mindig lesz nyomtatott sajtó, de egyre nehezebb megélni ezen a piacon. Na most persze teszem hozzá, hogyha ez a piac nem lenne átpolitizált, meg nem, tehát azonos versenyhelyzetben lennének az ellenzéki vagy a független lapok az egyébként a kormány mellett álló lapokkal, amelyikbe öntik a pénzt, amennyi kell, akkor lehetne. Úgy ebben a rettenetes rossz versenyhelyzetben, ebben az igazságtalan hirdetési piacban, ami Magyarországon van, ott nagyon nehéz pénzeket szerezni. Azt mondod, hogy mostanában nehéz. Akkor régebben könnyebb volt? Régebben, ugye, hogyha most 10 éve vagy 13 éve nagyon nehéz. Korábban sem volt igazán könnyű, de korábban nem érezte az ember azt, hogy sokszor azért nem állnak velünk szóba, és azért nem adnak hirdetést, vagy a már megkötött szerződéseket valamilyen okból fölmondják, mert valamiféle pártnyomás miatt. A Gyurcsány, meg a Medgyessy, meg a Horn időszakában sem voltunk túl jó helyzetben, tehát ott is nehéz volt hirdetéseket szerezni, de ott nem volt nyilvánvaló pártnyomás, mint ahogy most van. Hát ma kötök olyan szerződéseket, amiket 4 nap múlva fölmondanak, mert a marketinges úgy gondolta, hogy az ÉST-tel köt hirdetési szerződést, majd jön a főnök, és utána utasítja a marketinges szegényt, hogy hát egyszerűen az az indok, hogy a mindenkori kormánnyal nekünk jóba kell lenni, tehát az ÉST ebből hagyjuk ki. Nem egy ilyen van, és nem kis összegű hirdetés. És ezt elismerik, hogy felső nyomás történt? Igen. Tehát Igen? Én a céget nem fogok mondani, nagy cég, tehát olyan cég, amelyiknek az anyavállalata nem is Magyarországon van, hanem külföldi.
Megkötöttünk egy éves szerződést, ez nem most volt, hanem 4-5 éve, 3 éve, éves szerződést, és körülbelül 2-3 hét után kerekperec szólt, az igazgató helyettese szólt, hogy értsen meg, a mindenkori kormánnyal jóban kell lenni. Na most ez nagyon kulturáltan megfogalmazott indok, csak hát ez rajtunk nem segít, ezt mondhatta volna azt is, hogy menjünk a fenébe, ez ugyanannyit ér. Félnek? Nem félnek, még ráadásul még csak nem is félnek. Egyszerűen a komfortérzetük az diktálja, hogy hát ezek jobb, hogyha nem. Jobb, hogyha nem, mert minek? Hát most miért szerezzünk magunknak kellemetlenséget? Nem félnek. Tehát, hogyha azt mondja, hogy Orbán Viktor biztos nem fog szólni valakinek, hogy ezt állítsa le, senki nem fog szólni. Egyszerűen úgy érzik, akik így érzik, hogy nem kell ezt. Jól megy nekünk, meg vagyunk. Néha kicsit kapunk támogatást, és ezt is, azt is, és akkor erre... Én nem panaszként mondom, a tényeket mondom. Mi tehát én már ezt elfogadtuk, ezt és a helyzetet. És hozzászoktatok. Hozzászoktunk, tehát én amikor megkötök egy szerződést, akkor még mindig várok, hogy ez vajon 3 hét múlva is így lesz-e. Na most a könyv, ugye ott van a kulturális hirdetéseink, a könyvhirdetések, ott még vannak független könyvkiadók, meg nagy könyvkiadók, meg kicsi pénzekről van szó, tehát itt olyan nagyon nincs probléma, meg hát hogyha jön a könyvét és tényleg el akarja adni a könyveit a kiadó, akkor azért olyan helyen kéne hirdetni, ahol könyvekről olvasnak is. Most a magyar sajtóban néhány heti lap kivételével igazából nagyobb mennyiségű könyvkritika már nincsen. Nincsenek hétvégi mellékletek, vannak igen. Hétvégi mellékletek, de a legnagyobb a Népszabadság volt, tehát a terjedelmét is, könyvkritikai rovatát tekintve is nagy terjedelmű és úgy jelentős könyvkritikai kitekintése volt, és van Népszavának is, én ott, tehát mindjárt mondom, hogy van, hál' Istennek azért, de miután hát a napilapok száma is csökkent, főleg az ellenzéki vagy a független oldalon, mondjuk így a Népszava van. Tehát a Narancsban is vannak jó könyvkritikai hirdetések, de tehát én azért mondom csak, hogy akkor, amikor van könyv hét vagy karácsonyi könyvvásár, akkor nyilván. De a könyvkiadók, ők igenis nagyon keményen kiállnak a hirdetések mellett. Tehát olyat nem hallottam még, hogy valamelyik könyvkiadót ez befolyásolt volna. Megmaradt az és presztízse? Na most én vagyok a főszerkesztő. Igen. Na most én azt mondanám, hogy nem maradt meg, akkor vehetném a telefonomat, és kimehetnék innen. De szerintem megmaradt, az egész sajtó presztízse romlott az a helyzet. Ez szerintem a mai politikai vezetésnek egy tudatos törekvése, hogy nem érdekes a sajtó. Nem kell vele különösebben foglalkozni, mert csak bajt okoz nekünk, hogyha hetekig mondjuk belemegyünk egy pereskedésbe. Hát nekünk volt olyan pereskedésünk még korábban, amikor még erre figyeltek, amik hónapokig húzódtak. Sőt, fölment a akkor még legfelsőbb bíróságig. Sőt, volt olyan, amiből parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak össze annak idején a szőlő ügyekről, tehát volt egy ilyen riportunk a tokai szőlőkről. Tehát romlott, de mondom, ez egy tudatos törekvés, nem kell a sajtóval különösebben foglalkozni, amit akarunk, mondják kormánykörökben, az úgyis megjelenik a Magyar Nemzetben, meg a TV-híradóban, már a M1-en. Az ellenzéki sajtóval ilyen szempontból nem nagyon foglalkoznak. Most ettől még az ellenzéki sajtó létezik, és szerintem van is hatása. Az a fajta presztízs, ami ugye az is 66 éves lap,
az a presztízs, ami a korábbi rendszerben volt, az olyan presztízs nincs. Tehát olyan nem is lesz, mert hál' Isten nem is kell az a presztízs, amikor egy kormányzat jelöli ki, hogy melyik lapnak legyen szabad többet mondani. Hát a Kádár rendszerben az és miután az írók lapja volt, mindig többet engedett meg magának. Aztán elment a falig, aztán ott ugye megállt a dolog természeténél fogva. Tehát ez a fajta, mondjuk úgy ilyen megengedett presztízs, ilyen nincs. Itt mindenki küszködik. Küszködik az egész ellenzéki sajtó magával is, az internettel is, amiről beszéltünk. Tehát elég nehéz most újságot csinálni, de főleg az anyagi hátterét megszerezni. Tehát ennek a kiadónak ügyvezetője is vagyok, látom azt, hogy mit kell, mennyivel nehezebb most, mint mondjuk 15 éve volt. Akkor is nehéz volt, mi a Gyurcsány kormánnyal se voltunk igazából olyan nagyon jóba, meg nincs is semmiféle párt kapcsolata, például az ÉS-nek nincs. Én Gyurcsány Ferencet most nem azért mondom, de azt, sokan azt hívják, hogy mi állandóan beszélgetnek a ellenzéki főző. Én most ismertem meg három év. Most nem ismertem, találkoztam vele egy TV székházba, és ott mindketten megállapítottuk, hogy hát most találkozunk először. De mindenkivel, nem sokakat, pártelnököket nem is ismerek. Említetted azt, hogy körülbelül 40 éve csinálod ezt. Így képzelted el gyerekkorodban, hogy ez lesz belőled, vagy mi akartál egyáltalán lenni? Hogy kerültél az éshez? Hát én szörnyű, amit mondok, én amikor az egyetemet végeztem, akkor arra gondoltam, hogy olyan munkahely kellene nekem, én jogi egyetemet végeztem, hogy olyan munkahely kellene nekem, ami kötetlen munkaidővel jár. És akkor ez nem egy értékalapú döntés volt a negyedévbe, ötödévbe vagy államvizsga időszakában, de ez volt a lényege a dolognak, és úgy harmad-negyed évtől azért úgy írogattam ide-oda a különböző lapokba, különböző minőségű gondolom, hogy ha most végignéznénk, akkor igen, csak elegyes színvonalú cikkeket, de amikor befejeztem az egyetemet, akkor már határozottan kerestem a lehetőséget. Hát én végig jártam ezeket a úgynevezett szakmai létrákat, üzemi lap, aztán ifjúsági magazin. Ott nem sokat dolgoztam, elég korán oda kerültem az éshez, mert én mindig oda akartam akkor. Akkor az írott sajtó legszínvonalasabb terméke, azt hiszem, a magyar nemzet mellett, az akkori magyar nemzet mellett az ÉS volt. És valahogy elkezdtem riportokat írni, és akkor ilyen félállásba kerültem. Mindig, hát sajnos akkoriban egy ilyen, hogyha valaki meghalt, akkor megüresedett egy hely, és akkor oda föl tudtak venni. Nem mondom, hogy ki helyére kerültem, mert méltatlan lenne, de valóban így alakult, hogy akkor fölvettek az éshez. Emlékszem, hogy valamilyen, talán a páratlan oldalt szerkesztettem. Rengetegen voltunk az ÉS-nél. Ez egy ilyen menekültek hajója volt a 80-as évek közepén, olyanokat, akiket nem akartak sehol se foglalkoztatni, és azt mondták, jó, majd az éshez kitesszük. De hát a páratlan oldal szerkesztése egyébként az egy nagy elismerés lehetett, hiszen az volt az egyik vezető oldala a lapnak. Igen. Legolvasottabb. De hát azért az egy oldal volt. Én amikor beléptem az ÉS-be, 83-ban vagy 4-ben jelent meg az első riportom, akkor nekem azt tűnt föl, hogy milyen sokan vannak. Ez rengeteg, 28-an voltunk, ha jól, 26-an azt hiszem, 16 oldalra. Na most azért a kapitalizmus már tényleg nincsen jobb, mert most 24 oldalra vagyunk 10. Se igazából, mert. Tehát 85-ben jelent meg az első riportom, egyébként a legjobb oldal az a Katona Éva szerkesztette riport oldal volt. Én oda írogattam, és akkor valamikor 86-ban, 87-ben kerültem én az éshez.
Én akkor nagyon boldog voltam. Aztán jött a rendszerváltozás, és akkor ott volt egy úgynevezett pucs, ahol voltak a fiatalabbak, akkor még Váncsa Meggyesi, Széki Jani, Szántó Péter, Isten nyugasztalja, meghalt. Úgy gondoltuk, hogy most akkor nagyon jó újságot lehet majd csinálni, de közben nem egészen így volt, mert az akkori vezetés, vezetőségből többen úgy gondolták, hogy nem kell itt semmit sem változni, mert mi maradjunk olyanok, amilyenek voltunk. És egy ilyen kádárista utóvétharcok kezdődtek az ésben, akárhogy is nézzük, és akkor indult egy köztársaság nevű lap, amelyik meg is jelent, de nem sokáig élt, és oda hívtak minket, mint fiatalok, akkori fiatalokat. Hogy ott valósítsátok meg, amit hát, az ésnél akartatok? Akkor ott egy jó lapot szerveztek volna, tehát nekünk az tetszett, de nem is akartunk elmenni az éstől, mert mindenki szerette az ést. És akkor fölálltunk egyszerre, vagy hárman, négyen, öten, és hogy mi akkor elmegyünk, mert ezekből az utóvét harcokba mi nem kérünk. Ez egy új világ kezdett kialakulni 89-ben. És akkor az akkori főszerkesztő volt az, aki azt mondta, hogy ne menjünk sehova, mert ez nem mi megyünk el innen, hanem majd mások. És akkor valahogy ott történt egy ilyen nagy váltás. Akkor lett a Meggyesi Guszti a főszerkesztő, elég rövid ideig. De akkor azt csináltunk, olyan lapot csináltunk, amilyet akartunk, csak az volt a pénz, hogy ugye minden lap tőke hiányos volt rendszerváltozáskor. És pénzünk nem volt rá, és akkor kezdődött egy ilyen nagy túlélési hajsza egészen valameddig 95-ig. Akkor rassz sikerült konszolidálni az újságot. És akkor már te voltál főszerkesztő? Hát én már 93-ban főszerkesztő lettem, mert Meggyesi Gusztáv nem sokáig volt, mert ő habituálisan nem tudta ezt megélni. Mindig attól félt, hogy megszűnik az újság, egyébként joggal, mert nagyon szegények voltunk. És 95-re valahogy rendeződött a helyzetünk. Azóta meg, hát ami belekerül a labba, azt mi tesszük bele, a jót is, a rosszat is, a hülyeséget is, de talán valamilyen szinten meg tudjuk ezt csinálni. Én most már nyilván 72 évesen nem fogok máshova kerülni, tehát én itt éltem le gyakorlatilag az életemet, már amikor ezeket a munkás, mondjuk így éveket. Én, ha úgy visszanézek, akkor nekem jobb nem lehetett volna. Én többet kaptam ettől az újságtól, meg egyáltalán az újságírástól, mint amennyire szerintem a tehetségem följogosított volna, vagy predesztinálhatott volna. Tehát én majdnem mindent megkaptam, azok között dolgoztam, akiket szerettem. Azok voltak és külső munkatársai, akik, mondjuk ugye az ember kortársai, akiket nagyon szerettem, az írókat, Eszterházitól kezdve, minden, és ez mit kívánhatnék én többet? Tehát én ilyen humán szakon végeztem gimnáziumban és nyelvszakon, utána jogot végeztem, tehát valahogy ez a világ az, amelyiket én tényleg elképzeltem. Akartam is kérdezni, amikor kezdted mesélni, hogy a jogom mi volt, hogy miért pont a jogot választottad? Na, ennek nagyon egyszerű oka volt. Én olyan buta, nem mondanám, hogy olyan hülye voltam a matekhoz, fizikához, hogy a reáltárgyakat... Na jó, de mehetél volna a bölcsésznek is. Nem tudom, nekem, amikor ránéztem ezekre a pályaválasztási tanácsadó útmutatókra, akkor azt mondtam, hogy ez a bölcsész, ez akkor egy... Én Fehérváron jártam gimnáziumban, József Attila gimnáziumban, a most ciszteri gimnáziumban. Ránéztem és arra gondoltam, hogy akkor legyen a jog. Hát ugye fizika, matematika, ilyenek szóba se jöhettek, de éppen csak átmentem érettségén matekból. Aztán utána nem vettek föl kétszer vagy háromszor sem, mert még számította az érettségén. 18 pontot vittem, és akkor a jogon valami 17-szeres volt a túljelentkezés.
és aztán később harmadszorra vagy negyedszerre vettek fel. De nem bántam meg, mert én szerettem a jogot. Én akkor tudtam meg, hova jelentkeztem, mint amikor elkezdődött a... Nekem nem volt a családomban egyetlen egy jogász nem volt. Csak úgy gondoltam, hogy még mehettem volna valamilyen nyelvszakra, de annyira én nem tudtam nyelvet. Tehát nekem nem voltak diplomata szüleim, mert ugye már csak azért mondom, hogy nem tanulhattam meg rendesen azt a nyelvet, amelyikkel felvételiztem volna, az kevés lett volna, és maradt a jog. De én örülök, hogy végül is ezt választottam, mert nagyon sok mindenben segített a gondolkodásomat, átalakította a nyelv használatomat, befolyásolta. Jogban azért igyekszik az ember pontosan fogalmazni, tételes jogokat mondjuk tételesen megtanulni, stb. Tehát egy elég exakt ilyen szempontból a jog. Tudnál ma is jogászkodni, hogyha arra lenne szükség? Nem, hát az embernek valami jogérzéke kialakult az egyetemen, meg azokat a tárgyakat, amelyikeket szerette, például a büntetőjogot, hogy nagyon sok megmaradt bennem. Meg amit kötött szöveget, én nem gondoltam volna, hogy egy törvénykönyvet meg lehet tanulni kívülről, bötörről, bötörre. A negyedik, ötöd évre az ember erre már rájött egy ilyen, kialakult egy technikája, de én annyiban jó, hogy jogot végeztem meg praktikus, mert volt egy idő, amikor nagyon sok oknyomozó riportot írtunk, közöltünk, és akkor erre szükség volt, de egy komolyabb szerkesztőség jogász nélkül, aki a szerkesztőség jogi ügyeit viszi, az nem tudna ma megélni azzal a jogi tudással, amit én ma azzal nem mennék semmire. Csak körülbelül sejtem, hogy amikor valaki nagy marhaságokat beszél, akkor meg tudom állapítani, hogy hát ez hol jár ez az ember. Jogról nagyon sokan a rádió felé indultak el. Hogy te nem is kacérkodtál azzal, hogy beszéljél rádióba, televízióban? Ugye azért is kérdezem, mert mostanában sokat beszélsz rádióban, televízióban. Hát, igen, de régebben többet beszéltem. Én nem, mert én a rádióban, amikor egyetemre jártam, akkor volt még Petres műsor. Te biztos ismerted. Igen, Petres Istvánt. Én közlekedési műsor. Most én egy időben egy Volán Hírlap nevű kis szerkesztőségben dolgoztam, és a Petresnek voltak ezek a, akkor élő közvetítések voltak sokszor a igen. Csúcsforgalom, meg a nem tudom, előttünk a vasárnap, ilyen közben. És én oda vittem anyagokat. Éveken keresztül. De hát ezért ugye fizettek pénzt, az nekem nagyon jól jött, de akkor sem kacérkodtam a rádiózással. Én úgy gondoltam, hogy nekem nincs is ahhoz elég jó hangom. Másrészt annak idején biztosan emlékszel arra, hogy volt mikrofonengedélyt kellett szerezni. Így van. És ez egy elég szigorú feltétel rendszer volt, tehát most nem jut eszembe a Bencédi tanár úr, meg még valaki volt, a komoly, nagyon komoly emberek voltak, akik a mikrofon engedélyt megadták, és neki azt mondta, hogy ne akarjak én rádiós lenni, mert nem tudok rendesen beszélni. Ezt én úgy meglepődtem, mert én azt hittem, hogy tudok. Aztán kiderült, hogy én soha nem kaptam mikrofonengedélyt, de talán jó is, hogy ez így a volt. A beszéd az kétféleképpen értelmezhető, ugye a rádiós beszéd az más, mint a köznapi. Ez kétségtelen, de én nem kaptam mikrofonengedélyt, úgyhogy ilyen szempontból én hiába is kacérkodtam volna vele. Utána meg már nem érdekelt így a dolog, mert elmentem a nyomtatót, a írott újság felé, és aztán már nem is gondoltam ezekre a dolgokra. Jó ez így, ahogy volt az egész, szerintem. Érdemes volt és van ezeket a harcokat folytatni? Biztos. Biztos, hogy érdemes. Most ugye, ha az ember a pálya vége felé azt mondja, hogy nem volt érdemes, akkor körülbelül olyan, mint amikor az előbb kérdezted, hogy van-e presztízse. Tehát biztos, hogy van, és ráadásul én úgy látom, hogy a sajtó most az elmúlt
10-15 évhez képest, meg volt egy nagy testvértsége a magyar sajtónak. Most egy jobb időszakát éli a sajtó. Tehát nagyon sok mindent föltár. Én azt látom, hogy amit a parlamentben nem sikerül megcsinálni, sajnos részben azért, mert kevesen vannak ott a ellenzéki sorokban, részben azért, mert szerintem nincs igazából olyan tekintélyes vezetője az ellenzékiségnek, tehát nem az ellenzéki pártok valamelyikének, hanem ott, akik ülnek, az valahogy nem hiteti, nem tudja elhitetni magáról, hogy kormányerőként tudna működni. Jó dolgokat mondanak, de amikor választani kell, még ebből a Fideszből kiábrándult szavazópolgár is elgondolkodik, hogy kire szavazzon. De a sajtó nagyon sok mindent föltár. Annak idején, amikor Hatházi nem ült be, képviselő volt, és azt mondta, hogy ő nem ül be a parlamentbe, akkor én azt mondtam, hogy ez így nem helyes, mert parlamenti demokráciában minden képviselő üljön be a parlamentbe. Ma azt kell mondanom, hogy parlamenten kívülről a sajtó, meg a sajtónak persze a független vagy ellenzéki része, meg a Hatházi Ákos többet tudott tenni annak érdekében, hogy a Fideszen belül láthatóan zűrzavarok vannak, és megindult valami, aminek nem tudni még pontosan, hol lesz a vége. Holnap után még biztos bemegy a miniszterelnök dolgozni, nem erről van szó. Távlatosan én úgy érzem, hogy ilyennel egy olyan helyzettel kell szembenézni a kormánynak, amilyen helyzettel még nem nézett szembe. Tehát az internetadót könnyen elrendezte azzal, hogy eltörölte az internetadót, és mindenki ment haza. Itt most egy olyan válság kezd kialakulni, amire nem is számítottak. Tehát ez a pedofil botrány, az eutanázia kérdése, olyan emberi kérdések jöttek elő, amit nem lehet megoldani 3 nap alatt, hanem ezt kezelni kéne tudni, ezt a morális válságot, amit ez a, szerintem a Karsai Dánielnek a kérelme és igénye a méltóság teli hal, vagy a méltósággal történő a halálnak az elviselésére, és ez a két dolog, ez nagyon megfogta a társadalmat, részben mert nagyon sokaknak van gyerekük, részben mert nagyon sokan vannak idősek, akik belegondolnak, lehet, hogy eddig nem gondoltak bele, de belegondolnak, hogy Magyarországon a születés úgy, hogy megoldod, de az élet vége, hogy hogy is lesz, és azért itten van több százezer ember, akit ez foglalkoztat és érint, ezzel nem tud mit kezdeni. Ezek olyan emberi problémák, amit nem lehet egy törvénnyel megoldani, hiába jellemző egyébként, hogy most is egy törvénymódosítást vezetnek be. A társadalom egy olyan helyzetben van, mert én azt mondom, hogy olyan helyzetbe került, mert ezekkel igazából nem foglalkozott a kormányzat 15 éve, meg sosem. Korábban sem nagyon, de korábban más volt a helyzet. Ezeket a ügyeket nem tudja kezelni a kormány, és ebben, hogy visszatérjek a kérdésedhez, igenis jelentős szerepe van egy magára találó sajtónak, mondom még Hatházit, még elmondom itt egyszer, és ezért ilyen szempontból, hogyha én ennek a sajtónak vagyok a része, akkor azt mondom, hogy valamit kicsit, de legalább ott álltam azon az oldalon, amelyiken én úgy érzem, hogy igazam van, és könnyebb lett, ha mindenki emeltett volna a kormánypárti újságírónak, Isten ments. Annak ellenére mondod ezt egyébként, hogy a sajtó egy jelentős része a kormány propagandát harsogja? Rövid időnk van már csak. Tudom. Az a helyzet, hogy én azt a sajtót, megmondom őszintén, nem igazán tartom sajtónak. Aki beáll egy olyan társaságba, amelyiket már maguk is elismerik, hogy értekezleteken elmondják, hogy mi legyen a téma, mi legyen benne, mi nem lehet benne, ez nem újságírás. Tehát ez a fajta, ez számra értelmezhetetlen, ez egy betanított sajtómunkások, ezek nem újságírók, akikről most itten kérdeztél. Köszönöm szépen, hogy erről, mindenről beszélgethettünk, és nagyon érdekes volt.
további sok sikert az Élet és Irodalomnak, remélem, hogy még 20-30 év múlva is a további sorsáról beszélgethetünk majd. Remélem én is. Köszönöm szépen a meghívást.